Meghalt Kertész Imre Nobel-díjas író tegnap hajnalban budapesti otthonában az egész világ sajtó gyászolja. Kertész Imre 1929. november 9-én született Budapesten. 14 évesen Auschwitzba deportálták, megjárt a Buchenwaldi koncentrációs tábort, majd a lágerek felszabadítása után 1945-ben hazatért Magyarországra. Sorstalanság című regénye 1975-ben jelent meg. Megkapta a József Attila díjat, a Kossuth díjat 2002-ben Nobel-díjjal tüntették ki írói munkásságáért. Kertész Imre hosszantartó súlyos betegség után halt meg, 86 éves volt. A tények összefoglalója után ráemlékezünk. Egyszer meghaltam már azért, hogy élnem lehessen. Ezt mondta Kertész Imre, amikor átvette a Nobel-díjat, és azt, hogy Auschwitz után az emberiség magára maradt. Értékeinket magunknak kell megteremtenünk, napról napra, és azzal a kitartóan, láthatatlan etikai munkálkodással, amely ezeket az értékeket végül a napvilágra hozza, és talán új európai kultúrává avatja majd. Kertész Imrét 14 éves korában deportálták, csak annak köszönhette életét, hogy a lágereket felszabadították. A 40-es, 50-es években gyárban dolgozott. 1955 és 60 között írt életrajzi írásait, visszaemlékezéseit beépítette első regényébe, a Sorstalanságba. Kelj fel! Talán megérkeztünk! A Sorstalanságból 2005-ben készült film részlete. A Sorstalanságot keletkezésekor ki sem akarták adni a hazai kiadók, igazi elismerést itthon csak a rendszerváltás után kapott. A 90-es években német nyelvterületen is egyre nagyobb sikereket arattak Kertész Imre művei. 2002-ben a svéd királytól átvehette a legrangosabb irodalmi elismerést. Sokáig Berlinben élt, majd hazaköltözött. Utolsó műve két hete jelent meg. Az elmúlt években egyre súlyosbodott betegsége, így egyre kevesebbet tudott dolgozni. Több mint 25 könyve jelent meg. A Sorstalanságot a világ összes jelentős nyelvére lefordították. Vendégénk a stúdióban Koltai Lajos, Kossuth és Balázs Béla díjas magyar operatőr-rendező, Hafner Zoltán Kertész Imre kéziratainak gondozója, valamint Szegő János, a Magvető Könyvkiadó szerkesztője. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt. Köszönjük szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. És egyben fogadják részvétünket is, hiszen ugye nem csak Magyarországnak nagy veszteség az ő halála, hanem talán az egész világnak. Mindannyian barátai voltak Kertész Imrének. Milyen volt az ő barátsága? Mit jelentett az ő barátjának lenni? Ez nagy dolog volt, hogy az ember befogadta az Imre, és én, velem ez történt, és nagyon, nagyon hamar, hogy a Sorstalanság összehozott minket teljesen. Azt kell mondjam, hogy véletlenül nem ismertük egymást. És kiderült, hogy nem csak az én részemről van az irodalom iránt egy érdeklődés, különösen a Sorstalanság, ami szerintem az egyik legnagyobb irodalmi alkotás, és olyan irodalom, ami nem létezik a magyar irodalom. Ez teljesen meghatott engem, és elkezdtem keresni vele a kapcsolatot, és kiderült, hogy ő is keresi velem a kapcsolatot. Nagyon szeretne megismerni. És a Radnóti Zsuzsa segített nekünk, hogy találkozzunk az ő lakásán. Egy vacsora csak azért volt, hogy mi egymás mellett ülhessünk. És azon az estén elindult egy olyan fajta barátság, aminek semmiféle előzménye nem volt, csak az, hogy kerestük egymást. És rögtön nyitott volt arra, hogy velem elkezdjen egy nagyon komoly munkát. Kezembe rakott egy forgatókönyvet, amit akkor még a Spiró Gyurival együtt írtak. És ennek volt egy következménye, egy találkozás, kettőn az ő lakásán, ketten csak, és ott nagyon szépen elbeszélgettük, hogy mit jelent ez a könyv számomra. És nagyon érdekes azt mondani, azt mondta, hogy na végre valaki tudja, hogy mit írtam. Mert olyasmit mondtam róla, amit ő nagyon régen várt, hogy ez elhangozzék. És akkor nagyon sokat beszéltünk, na, a legfontosabbról, hogy ez egy lineáris történet. Ugye nagyon nehezen megfogható egy filmes számára, azt mondta, egyáltalán nem vonzó, hogy te mit fogsz csinálni, mert ez egy leépülés történet, ami itt kezdődik, és itt van vége, és nem lehet belőle kilépni, nincs mellékutca. És akkor mondtam, hogy igen, hát ezért szeretem, mert hogy a fiút kell választani a ősnek olyan értelemben, hogy bebújunk a fiúba, és onnan látunk ki, és annyit látunk majd mindig abból, amit ő abból meg akar, vagy meg tud érteni. És ez volt az a beszélgetés, amit felállt, és oda ment a telefon, és azt mondta, hogy a Koltai rendezi a filmet. És jól döntött. Ő döntött. És jól döntött. Írás szempontjából nagyon-nagyon könnyű volt Kertész Imrével együtt dolgozni, mint kiadó, mint például Zoltán az ön részéről. Igen, tehát nem voltak vitáink. Ugyanezt tudom mondani, mint a Lajos, hogy végtelen nyitott, közvetlen ember volt.
abszolút bizalommal, és mivel a szöveg volt a középpontban, ebből a szempontból egyenrangúak voltunk, hogy mind a ketten a szöveget szolgáltuk, és tudtuk, hogy merre felé kell mennünk. Én azon szerencsések közé tartozom, akik legalább egyszer személyesen találkozhattak Kertész Imrével, másfél évvel ezelőtt ugye az otthonában voltam, akkor ugye tőle kaptam el, és hoztam most magam ide a stúdióba, akkor jelent meg pont a Végső Kocsma című könyveregénye, amit ugye dedikált, és akkor kérdeztem őt arról, hogy tulajdonképpen a Nobel-díj az, hogy ő a sorstalanságért ugye megkapta a Nobel-díjat, ez minek köszönhető, és akkor azt mondta, hogy nem feltétlenül az volt a lényeg, hogy amit írt, hanem ahogyan írta. Mert hogy az elbírálásnál tulajdonképpen általában ezt szokták vizsgálni, és ez mindig érezhető volt Kertész Imre munkásságán? Én inkább azt mondanám, hogy nem csak tehát a sorstalanság valóban a főmű, de közel sem egy könyves szerző. Kialakult egy ilyen toposz, hogy egy könyves szerző, de azt gondolom, az életmű nagyon jellegzetes a méretéből adódóan, a szerkezetéből adódóan, de mindenképpen több nagyon fontos művet alkot. Vagy van benne a Kudarc, a Kádis és az Eszék naplók, tehát azt gondolom, hogy nem is jó, hogyha csak a sorstalanságra fókuszálunk, de mindenképpen szerintem az ahogyan az sokkal fontosabb, mint az amit. Tehát attól ekkora író ő, Camushoz és Kafkához mérhető író szerintem, mert így tudott erről írni. Hivatali packázásról sokan írnak, úgyhogy mint ahogy a Kafka viszonylag kevesen. Ha jól tudom, ráadásul ő a Kudarcot tartotta a legnagyobb, legjobb művének. Igen, ami a sorstalanság után gyakorlatilag ennek a regénytetralógiának a második kötete, és eleve izgalmasan egy dupla könyv, egy regény regénye is benne van, csak nyilvánvalóan a sorstalanságban volt a legradikálisabb ez az újszerű nyelvszemlélet és történelemszemlélet, és a fejlődés regénye meg a gyerek nézőpontján keresztül talán ez a legközvetlenebb találkozni, de azt gondolom mind a Kudarc, mind a Kádis olyan fantasztikus tartományokkal rendelkezik, hogy mindenképp ajánlom azt is olvasásra, ha lehet egy olvasást népszerűsíteni így humorra. Ez irodalom és a társadalom teljes megbecsült tagja volt Kertész Imre? Nem volt az, de nem tudom, hogy ne panaszkodjunk, tehát egyáltalán nem volt az, de majd az lesz. Majd az lesz? Hát, majd az lesz. Hát a sorstalanság is, ahogy előjött, hát most már mindenki tudja, vagy legalábbis mostanában fogják tudni nyilván, hogy ez 75-ben jelent meg, és 85-ig hozzá se nyúlt senki, amíg a Spiro nem írt róla egy olyan tanulmányt, amivel elhangzott az, hogy ez egy érték, egy olyan érték, amivel gazdálkodni kellene. És akkor jött egyáltalán, hogy elkezdték elolvasni a regényt. És azután, hogy volt ez a sorstalanság mizéria, meg a film körül, hogy mindenki azt mondta, hogy megvan, meg a Nobel-díjnál, hogy most megvan, és tudom, hogy a fele nem olvasta, mai napig nem olvasták el. Csak a polcon van, karácsonyra kapta, mindenki büszke volt, hogy ő megkapta, megvan, csak nem olvasta el. A mai napig nem tudják, hogy mit vesztettünk, vagy kit vesztettünk most el. A mai napig nem tudják, hogy valóban, amit mondtál, hogy az irodalmilag az ahogyan, a tényleg számomra is a legfontosabb, az ahogyan engem is azt fogott meg, hogy így írni, hát nagyon kevesen tudnak a világon. Ugye a műveiben mindig ott a tragikum mellett a jó, tehát ellenpontozza mindig az életben is, ő ilyen volt? Tehát, hogy a rossz mellett mindig látta a jót, a boldogságot is? Igen. Látta boldogságot, és szerette is, csak óvatos volt vele. Nagyon óvatos volt vele. Ezt tudjuk, ez elhangzott már más ilyen is, hogy mindennek ára van. Ez a probléma, és ezt az ember tudja egy idő után, pedig nagyon tudja, amikor megtanulja az életet, hogy mindennek ára van, és minden lépés nagyon nehezen tesz meg. Nagyon, nagyon csinyán bánt a boldogsággal, de azt viszont, ez az arc marad meg bennem, és jó, hogy erről beszélünk, hogy úgy azt az arcát őrzöm, mert sajnos nem tudtam most ebbe a nagy betegségbe fölmenni, nem lehetett. Hogy azt a gyerekes arcot őrzöm, ahogy a filmet néztem, a mi filmünket, hogy olyat nem láttatok, olyan, hogy ahogy bele tudott feledkezni abba az anyagba, azt az örömet, és így is készültünk rá, ültünk különböző vendéglőkbe, Berlinbe, és mint két kölyök úgy beszélgettünk a jövőnkről, hogy majd hogy mit fogunk csinálni, és emlékszem arra a nevetésre, arra a szép, furcsa nevetésre, amikor úgy megszépült az Imre, hogy itt most itt van, itt a jövőnk, vagy valamire készülünk, és ez maradt meg bennem, ahogy aztán belefeledkeztünk, nem tudtuk kihozni a vetítésekről. Vetítettük ezer helyen a világban, az első sorban, és soha nem lehet kihozni. Mindig az volt, hogy majd ugye mi elmegyünk vacsorázni, majd a végén visszajövünk meghajolni. Nem létezik, hogy fölállt volna. Teljesen mindegy, hogy milyen nyelven ment. Ott ült, előre szegedett, vagy elő volt hajolva, és nem lehetett leszedni a vászonról. János, önök a Magvető kiadó részéről terveznek egy méltó megemlékezést bármilyen kiadvány szerkesztésében, kiadásában? Hát már tegnap este volt egy megemlékezésünk a Petőfi Irodalmi Múzeumban, ahol azt gondolom, hogy a magyar irodalom egyébként
nagyon is számon tartja és számon fogja tartani Kertész Imrét, úgyhogy a Petőfi Radio Múzeumban volt egy virasztás, 3 órán keresztül olvastuk föl Kertész Imre sorait Eszterházi Pétertől, Sándor Ivánon keresztül, Tóth Krisztináig, és még nagyon sok nevet mondhatnék, és ezen kívül a jövőben is lesznek még majd Kertész Imre könyvek a hagyatékból, csak ennek az ütemezéséről még nem tudok dolgokat mondani. Én a Derűt emelném ki szintén, és pont a legújabb kötetben a Nézőbe is, és ezekben a napló jegyzetekben a kontrasztot, hogy valóban az árnyékok meg a sötétség jut talán először eszünkbe, de ha én becsukom a szemem, akkor világos képeket látok vele kapcsolatban, a boldogságról, az örömről, az életörömről, a kultúrának az öröméről, a szabadság öröméről, amit pont azáltal tudott ennyire autentikusan megélni, hogy egy lágerbe, illetve egy 28 négyzetméteres garzonba élt el az élete nagy részét. Ezek után, ahogyan ki tudott szabadulni ebből a bezártságból, ebből a cellából, egy olyan perspektívából tudott rátekinteni egész Európára és az életünkre, hogy ez nagyon sok olyan muníciót tud adni szerintem egy fiatal embernek, mint aminek én önmagamat tartom, ami sokat segíthet az élet minél nagyobb örömeihez. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttek hozzánk. Köszönjük.